Sziasztok! Még mielőtt valaki belekötne a címben szereplő rapper szóba, hogy nem jól írtam, azért írtam úgy, hogy mindenki értse. Lehet, hogy sokak számára furcsa, de vannak, akik egyáltalán nem tudnak angolul, és az ilyen szavakat sem értenék, hogyha angolul írnám. És hát egyébként is nagyon nagy a nyugatmajmolás a magyarok között, ami számomra megdöbbentő, mert körülbelül olyan, mintha egy angyal majmolna egy férget, próbálná utánozni. Na mindegy, ő dolguk, ki hova szeretne lealacsonyodni. De hát számomra az is érdekes, hogy engem jó páran Justinnak szólítottak, ami egyrészt nem angol név, hanem latin. Tehát nem ez az eredeti ejtése, hogy Justin, hanem Justin. Másrészt pedig ez nem a keresztnevem, hanem a vezetéknevem, tehát nehezen szólítsatok. Ebben az inkarnációmban ez a vezetéknevem. Meg egyébként azt is egyesek kifogásolták, hogy a magyar szavakat is időnként nem úgy írom, ahogy úgymond kell. Hát ez azt fűzném hozzá, hogy ahogy kell, ahogy a Magyar Tudományos Akadémia ezt meghatározza, megszabja, amely akadémia se nem magyar, se nem tudományos, és a logikát teljesen nélkülözi. De én nem is ezért szoktam úgy írni a bizonyos magyar szavakat, ahogyan írom, hanem egyszerűen azért, mert ki szeretnék valamit fejezni vele. Tehát mondjuk, ha ki akarok emelni egy szót, akkor azt nagy kezdőbetűvel írom. Illetve, hogyha elválasztom, hogyha kötőjellel írok egy szót, amit egyébként nem úgy kell, akkor szintén valamire ezzel fel szeretném hívni a figyelmet. Mivel elválasztva egy teljesen más jelentése, az eredeti jelentése rajzolódik ki az adott szónak. Úgy elválasztva, ahogy azt nem tanítják az iskolában, hanem egy teljesen eltorzult, szándékosan, ugye a szabadkönyves Kazinczy általi nyelvújítás eredményeként rengeteg szavunk elvesztette az eredeti jelentését, és így a tudásunkat is elvesztettük, ami ebben volt rögzítve a nyelvünkben, ősi bölcsességünket, igaz tudásunkat. Tehát ezért írok úgy bizonyos szavakat, ahogy írom. De térjünk rá a meglepő bölcsesség forrásokra. Első filmünk Don John. A film egy srácról szól, akit csak a pornó érdekel, meg az autója, meg hogy minden vasárnap elmegy a templomba és meggyónja az úgynevezett bűneit, amiket tudja, hogy újra el fog követni. Viszont jobban érzi magát ezek után, a gyónások után. Ami még érdekli őt, az a lakása, hogy rendben tartja.
teste, amit edz, és a csajai, ő így nevezi, azokat, akiket, tehát minden hétvégén más csajt szed fel a diszkóban, akikkel lefekszik, és ennyi. Tehát ebből áll az ő élete. És hát a nézőkből nyilván azt kell, hogy kiváltsa, hogy hú, de primitív ez a srác. De hogyha valaki már egy picit fejlettebb, akkor észrevehet olyan dolgokat, olyan tulajdonságokat, amik őrá is érvényesek. Ugyanis, ugye minél primitívebbek vagyunk, annál inkább tartjuk magunkat tökéletesnek, és mindenki mást hülyének és primitívnek. És minél fejlettebbek vagyunk, annál inkább észrevesszük magunkban a hibákat, és másokban a pozitívumokat. Persze van kivétel ez alól, azok, akik túlságosan önvádlóak, és magukat mindenféle negatív címkékkel aggatják tele, nagyon rossz önképük van, és állandóan hibáztatják magukat, és szidják magukat magukban, vagy akár ki is mondják, hogy jaj, de hülye vagyok, nekem sose sikerül semmi, stb. Stb. De azért a társadalom egy nagy részére az igaz, hogy magáról csak pozitívat mond, és úgy gondolja, hogy ő simán el tudná vezetni az országot, és mindenki más milyen hülye, meg szemét, meg köcsög, meg stb. És én úgy vettem észre, hogy ebben a filmben úgy próbálják bemutatni ezt a srácot, hogy aki egy kicsit, csak egy kicsit megvan benne az objektivitás, az észre fogja venni, hogy ez egy tükör állítása a társadalomnak, pontosabban a nézőknek. Tehát aki egy picit is objektív, az meg fogja látni magát egy picit ebben a srácban, illetve abban a lányban, akivel megismerkedik. Legalábbis ugye a primitív oldalunkat, hiszen rengeteg sok tulajdonságunk van, belső és külső tulajdonságok, és természetes, hogy vannak ezek között, a tulajdonságok között primitív, illetve negatív tulajdonságok is. És ez a film, mint egy ilyen görbetükröt állít, megmutatja természetesen kiélezve, eltúlozva, hogy mik ezek a tulajdonságok, és hogy néznek ki így, hogy ugye külső szemlélőként nézünk rá, és akkor ugye lenézhetjük a srácot, hogy jaj, de primitív ez a srác. Természetesen el tudom képzelni, hogy ténylegesen léteznek ilyen srácok és lányok, akik e film első felében a két főszereplőt, két leginkább fő szereplőt alkotják. Aztán a film felétől, talán a felétől elkezd megváltozni minden. Pontosabban bizonyos szereplőkről kiderül, hogy nem is teljesen olyanok, amilyennek mi megítéltük őket. Olyan oldaluk mutatkozik meg, ami teljesen rejtve volt addig, sőt nem is feltételeztük, hogy ilyen
lehet, vagy ilyen tulajdonsága is lehet, hiszen mi elkönyveltük egy primitív bunkónak. És ezért e film számomra azt a nagy tanulságot és bölcsességet adta, hogy nagyon vigyázzak mások megítélésével, mert ugye egyrészt mindenki tükör, amit a pszichológia is kimond, hogy azok a tulajdonságok idegesítenek minket legjobban másokban, ami bennünk is megvan. Csak nem tetszik ez nekünk, nagyon nem tetszik, és nem is merünk vele szembenézni, hogy ez a tulajdonság bennem megvan. És ezért tudatalattinkba elnyomjuk, és mivel magunkban nem akarjuk észrevenni, nem akarjuk tudomásul venni, ezért másokban vesszük észre. Sőt, esetleg még úgy is, hogy nincs is meg abban a másik emberben. Ezt nevezi a pszichológia projekciónak, vagyis kivetítésnek, hogy a másikban látjuk azt a tulajdonságot, ami valójában bennünk van. A film másik számomra még pozitívabb tulajdonsága az az, hogy tényleg időnként előbukkanhat másokból egy olyan oldal, vagy egy olyan, akár egy bölcsesség, egy bölcsmondat, stb. Stb., amit abszolút nem vártunk attól az illetőtől, és meglepődünk rajta. És ezt én is jó párszor tapasztaltam, hogy amikor valakit elkönyveltem egy primitív akárkinek, és mégis nagy ritkán egy olyan megnyilvánulása volt, hogy így megálltam, és tátva maradt a szám. Tehát valahol mindenkiben ott rejlik a bölcs, az igaz, a jó, ha úgy tetszik, a pozitív, hiszen valójában mindenki boldogságra és szeretetre vágyik. És mielőtt megítélnénk másokat, azelőtt a saját lelkünkbe nézünk bele, és megdöbbentő módon ehhez mások jó segítségek. Mert ha valaki idegesít minket, vagy dühít, akkor gondolkozzunk el azon, hogy az a tulajdonság megvan-e a mi lelkünkben. És meg fogjuk találni az esetek 99%-ában. De ehhez bátorság kell, és az, hogy nem egy másodperc után rávágni, hogy ez a tulajdonság bennem, hát az abszolút nincs meg, hát hogyan már, hát én teljesen más vagyok. Gondolkozzunk el egy mélyebb jelentésében. Mert például egyszer, amikor ezt Facebookra kiírtam, akkor odaírta alá az egyik Facebook ismerősöm, hogy őt borzasztóan idegesíti az, hogyha mások késnek egy találkozóról. Tehát megbeszélték, hogy itt és itt 5 órakor találkoznak, és az az illető 5 óra 10 perckor, vagy 4-6-kor érkezik meg, bocsánatot se kér, meg mit tudom én. És rendszeresen ezt csinálja. És írta nekem ez a Facebook ismerősöm, hogy sőt, több ismerőse, aki ilyen, pedig ő benne nincs meg ez a tulajdonság. Ő nem késik soha sehonnan, ő pontos, nagyon odafigyel erre. Na most akkor hogy van ez? És írtam neki, hogy nézzük meg, mi a lényege ennek a tulajdonságnak, hogy késik valaki. Mi áll lenne e mögött? Gondolkozzunk el egy kicsit a mélyebb jelentésén ennek. Mi az, hogy késik? Rendszeresen. Például az lehet, hogy egyszerűen nem tartja a másikat annyira tiszteletben, hogy odafigyeljen arra, hogy ne késsen.
ne kelljen várnia annak a másik illetőnek. Nem igazán érdekli ez, nem annyira félváról veszi, nem annyira érdekli, stb. Mondjuk azt, hogy nem tartja tiszteletben eléggé a másikat. És írtam ennek az ismerősömnek, hogy gondolkozz el azon, hogy benned nincs meg ez. Bármiben, apróságban, bármi. És persze, hogy magunkkal szemben legtöbbször elnézőek vagyunk, és máshogy nézünk ugyanarra a szituációra, helyzetre. Tehát például, hogyha mondjuk mi akarunk egy zenét hangosan hallgatni, akkor tegyük fel, hogy úgy hallgatjuk, mert nekünk az fontos, jaj, csak 5 percig, jaj, csak 10 percig, olyan jó ez a szám. Viszont, hogyha mi mondjuk előző éjjel dolgoztunk, vagy bulisztunk, vagy akármi, és nappal pedig szeretnénk aludni, és a szomszédban pedig üvöltetik a zenét, akkor teljesen ugye fel vagyunk háborodva, tegyük fel, hogy nincs tekintettel ránk. Hát nem gondol bele, hogy esetleg mi aludni szeretnénk, stb. Stb. Tehát teljesen más szemszögből nézzük ugyanazt a szituációt. Vagy például hazaérünk hullafáradtan a munkából, ahol ugye a főnökünk le is szúrt minket igazságtalanul. A fejünk is fáj, stb. És jön a kisfiunk, kislányunk, hogy apu, anyu, a csigánynak miért így kint lóg a szeme a csápján, vagy mit tudom én. Teljesen felmegy bennünk a pumpa, hogy lehet ilyen baromságot kérdezni, azért dolgozok, kisfiam, kislányom, hogy neked meg tudjam venni a Nike cipőt, meg nem itt tudom én micsodát, és hazajövök, újra fáradtam, fáj a fejem, minden bajom van, és akkor jössz ilyen baromságokkal. Érted? És mondjuk rákiabálunk a gyerekre. És mi ezt akkor abban a pillanatban jogosnak tartjuk. Viszont amikor szépen boldogan sétálunk az utcán, bemegyünk valahova, találkozunk egy ismerősünkkel, vagy bárkivel, és egyszer csak elkezd velünk üvöltözni, mint egy állat, és csak nézzünk, hogy mi van ezzel, megőrült, most mit csináltam, semmi rosszat nem csináltam, vagy véletlenül egy picit megrúgtam a bokáját, mert rosszul léptem, vagy nem figyeltem, vagy mit tudom én mi, és azonnal elnézést is kértem, hát előfordul az ilyen, erre elkezd velem üvöltözni, hogy milyen egy köcsök barom állat vagyok, hogy bokárugom, és hogy igazán, hogy jó volt hozzánk, meg minden. És látod, ugyanaz a szituáció, csak a másik oldalról nézzük. Mennyivel másabbnak tűnik. Visszatérve, a Don John című film nekem személy szerint tetszett. Annak ellenére, hogy a feléig úgy voltam, hogy fú, nekem biztos, hogy néznem kell ezt a filmet, ez borzasztó. A második feléért megérte megnézni számomra. Persze az is kérdés, hogy ki mit vesz észre egy adott filmből, mi ragadja meg. Mond-e neki bármi újat, ad-e valamit. És a következő filmünk, tehát a következő meglepő bölcsesség forrás, számomra legalábbis, egy olyan film volt, aminek nem a második fele, hanem pusztán, csupán a vége fele egy fél perc volt az, amiért érdemes volt megnéznem az egész filmet. Ez a film a Magic Mike, Magic Mike, így kell írni, így találod meg,
De egyébként a videó leírásába is majd leírom ezeket a címeket, hogyha eszembe fog jutni. A Magic Mike című film egy Csippendél fiúról szól, tehát egy olyan srácról, aki pénzért vetközik nők előtt egy bárban, tehát egy ilyen night klubban, hogy mondják ezt, éjszakai klub, hogy mondják ezt magyarul, nincs is magyar megfelelője, azt hiszem, striptease klub, na mindegy, valami ilyesmi nőknek. Striptease klub, és hát sajnos a film nagy részében, vagy jó részében egyszerűen vetköző, kigyúrt férfiakat, fiúkat látunk, úgyhogy ez számomra elég gáz volt, de ugyanakkor az egész filmen végigfut egy nagyon kifinomult lelki szál is, ami nagyon meglepő. Ugye ennek a kettőnek nagyon nagy kontrasztja van, hogy mondják ezt magyarul. Tehát nagyon nagy az ellentét ugye e között a két szál között. Tehát egyrészt a Chippendaleknek ez az éjszakai züllött élete, legalábbis így mutatják be a filmben, és hát nem tudom, hogy igaz-e, annyit tudok, hogy lányoknál, tehát a lány striptease táncosoknál tényleg van egy ilyen nagyon zűlött élet, tisztelet a kivételnek, tehát nem csak az, amik fönn vannak a színpadon, hanem egyébként is egy zűlött életet élnek. És, de hát ugye ez a másik oldalról mutatja be, mármint a másik felet. Tehát gondolom, hogy ez inkább nőknek készült ez a film. És volt is egy hozzászóló a film bemutatója alatt, egy lány, aki hát írta, hogy neki már nagyon elege volt abból, hogy ugye minden filmben ilyen bombázó csajok vannak csak, és ott kivillantják a mellüket, meg seggüket, meg minden. És végre egy film, amiben ugye pasikat nézhet, akik levetköznek, szinte mesztelenre, és úgy táncolnak, stb. De lényeg, hogy ez a film úgy mutatta be, hogy a magánéletük is nagyon zűlött. És ez a srác kilóg ebből a közegből, legalábbis nagyon úgy tűnik a számunkra, szinte az egész film alatt. Ugye úgy van bemutatva, és az bizonygatja mindenkinek, hogy ő neki ez csak úgymond a ideiglenes munkája, és csak azért csinálja, hogy legyen pénze, majd egy olyan vállalkozást nyitni, amiben végre azt csinálhatja, amit szeret. Ami pedig egyedi bútorok tervezése és készítése, és hát meg is mutatja ezeket, hogy tényleg milyen jó kis bútorokat készít, és így ki is fejti, és már teljesen sajnáljuk szegény srácot, és ugye úgy van beállítva, hogy a csúnyarosz bank nem ad neki kölcsön, mert hogy és ez is úgy van beállítva, hogy azért nem ad neki kölcsön, mert hogy egy ilyen Chippendale fiú, vagy szóval az a lényeg, hogy az egész filmben azt látjuk, hogy itt ez a szegény kiszolgáltatott srác, és a csúnyarosz társadalom, és a csúnyarosz éjszakai élet, és haverok, és csajok, és minden, és ő rá kényszerül arra, hogy ebben, hogy ezt az életet élje, pedig ő valójában egy nagyon értékes srác, egy jó lelkű, és művészi, vagy hogy mondjam, hogy ilyen és ötletes, hogy ilyen csodálatos bútorokat tud készíteni a két kezével. De igazából, főleg most, hogy
tegnap láttam ezt a filmet, és már aludtam is rá egyet. Most még inkább látom azt, hogy ez mennyire nem igaz, vagy nem teljesen igaz. Tehát a film nagyon ügyesen megmutatta azt, hogy ez igazából csak egy felszín. Ez egy ilyen nagyon jó séma, hogy mondják ezt magyarul. Tehát nagyon jó egy ilyen állarc, vagy egy ilyen skatuja, amit magunkra is rá, magunkra szoktunk húzni. Ugye, hogy mi jók vagyunk, mi pozitívak vagyunk, mi szeretnénk fejlődni, mi szeretnénk változást az életünkben, de hát ugye nem tudjuk ezt megtenni, mert a társadalom, mert a politika, mert a szülők, gyerekek, rokonok, férjem, feleségem, főnököm, anyagi helyzetem, stb. Stb. Tehát kifogásokból rengeteg van. Onnan tudjuk, hogy ezek csak kifogások, mert egyrészt vannak, akik mindezek ellenére megteszik a drasztikus lépéseket, hogy mondják ezt magyarul, hogy drasztikus, tehát ilyen hirtelen és nagy változást és nagy lépést, hogy valamit teljesen máshogy csinálnak, valamit teljesen elhagynak, valamit teljesen újba hirtelen belekezdenek, ezt ők megteszik. Mindazok ellenére, hogy nekik ugyanúgy minden ez ellen szól, és minden nehezíteni látszik ezt a lépést, mint ahogy nekünk, de ők megteszik. Ez az egyik bizonyíték, hogy igazából csak kifogásokat mondunk. A másik bizonyíték pedig az, hogy amikor elérkezik az életünkben, vagy akár elérkezett, egy olyan mély pont, egy olyan mély szenvedés, egy olyan mély kilátástalanság, és magunkba zuhanunk, akár testileg, lelkileg, tehát van akinél ez egy nagyon nagy betegség, hozzá ezt a fordulópontot, van, aki bele is kerül a klinikai halál állapotába, tehát egész addig elmegy, mert ugye nem hallgat a kisebb jelekre, úgymond, a kisebb pofonokra az élettől. De van, akinek lelki mélypont hozza el, vagy olyan élethelyzet, akár mondjuk az alkoholizmusában süllyed olyan szintre, hogy már azt mondja, hogy elég, és bármi járon is ki, jövök ebből a helyzetből, és leszokom az alkoholról, meg a cigiről, meg a gyógyszerekről, meg a stb. Meg ott hagyom a munkahelyemet, és egy teljesen új életet kezdek. Illetve hát az is megfigyelhető, hogy még sokan ugye benne maradnak egy olyan házasságban, ami igazából csak papíron házasság, mert megfojtanák egymást egy kanál vízben, tehát szeretet ott már nincsen, meg barátság se, meg semmi, se szerelem, se szexuális élet sem, vagy pedig borzasztó a szexuális életük. Nem lépnek ki ebből, mert bár számukra szenvedés ez a helyzet, mégis egy ismert helyzet. Ismert. Nem pedig totál ismeretlen, mint az a jövő, amiben belelépnének. Az a helyzet, hogyha mi van akkor, hogyha ott marad lakás nélkül, ott marad egy biztos támasz nélkül, aki nem létezik, ugye, mert a férje felesége az nem ez, csak elviekben. Meg mit fognak szólni a gyerekek? Ugye ez is egy hatalmas hazugság önmagunknak, mert a gyerekek az legelső pillanattól látják és érzik, hogy mi zajlik a szüleikben, és hogy utálják egymást, és ez a legfájóbb a gyermeknek, hogy ezt végig kell néznie. Tehát a gyermek számára, és minden pszichológus ezt mondja,
vagy a gyermek számára pont az a jobb, hogyha elválnak a szülők. És tehát hogyha tényleg menthetetlen a házasságuk, és megpróbálják így, megpróbálják úgy, persze itt is az a lényeg, hogy én próbáljam meg, hogy te próbáljad meg. Tehát nem az, hogy a társunktól várni a változást, mert akkor ugye az van, hogy most csak mutogatunk egymásra, hogy te változz meg, mert ilyen vagy, olyan vagy, azért ilyen rossz a házasságunk. Ebből aztán semmi se lesz természetesen, nem lesz változás. Most csak zárójelben jegyzem meg, hogy én még nem voltam házas ebben az inkarnációmban, meg gyerekem sincsen, úgyhogy ezeket a példákat, amiket mondok, és annak ellenére, hogy ebben az inkarnációban nem voltam ilyen helyzetekben, mégis egyes szám első személyben mondom, tehát így fogalmazok, hogy én, vagy gyermekünk, vagy házastársunk, ezt azért mondom így, hogy ne az legyen, hogy mindig rólad beszélek, vagy mindig így beszélek, hogy te. De visszatérve, tehát amikor megtesszük azokat a lépéseket, azokat a nagy lépéseket, ami változást indít be az életünkben, akkor érdekes módon kapuk nyílnak meg, segítők jelennek meg, de természetesen nehéz ez az út kezdetben. Minden kezdet nehéz, de fogalmazhatunk pozitívan is, hogy csak a kezdet nehéz, és utána egyre könnyebb. Hogyha nem adjuk föl, hogyha megyünk töretlenül előre, és a célra koncentrálunk, nem pedig a nehézségekre. Ezt nem én fedeztem fel, hanem olvastam valahol ezt a mondatot, hogy a célra koncentrálj, ne pedig a nehézségekre. És tényleg nagyon sokat segít. Egy másik mondás pedig, hogy ha valamit nem akarunk igazán, 100%-osan, csak mondjuk 90%-osan, akkor találunk kifogásokat. Ha valamit igazán akarunk, teljes szívvel, lélekkel, akkor pedig találunk megoldásokat erre. Találunk lehetőségeket, mert akkor tűzön, vízen keresztül, és addig keresünk, és addig megyünk, és addig csináljuk, amíg el nem érjük a célunkat. Mindent lehet, csak akarni kell. De visszatérve a filmünkre, a Magic Mike-ra, érdekes módon ez a film nem ezt mutatja be, hanem azt, amikor a célunkért túlságosan sokat vállalunk. Tehát itt az adott esetben Mike végez egy olyan munkát, és él egy olyan életet, amiben tényleg azt mondom, hogy nem igazán odavaló. Persze lehet benne egy kis vágy ezekre a dolgokra, de látszik, hogy már kiégett ebben ő. De mégis azért folytatja tovább és tovább és tovább, hogy majd, hogyha már olyan sok pénze lesz, akkor megnyitja azt a vállalkozását. Viszont azt nem veszi észre, és erre hívja fel a figyelmét egy lány a film vége fele, hogy túl sokat, feladja úgymond az életének a nagyobb részét, a fiatalságát, a mit tudom én, a lelkét úgymond eladja. Valamiért a jövőben, ami ki tudja, hogy mikor lesz, és mikor tudja elérni, és hogy megéri ez az egész. Vagy még tovább menve, nem lehet, hogy ez egy önbecsapás. Nem lehet, hogy ez egy kényelmesebb
út, egy könnyebbnek látszó út. Hogy azért csinálom az éjszakai életet, meg mit tudom én, árulom a testemet, úgymond meg adom el a lelkemet, mert hogy majd ugye ez egy pozitív ugye célhoz elvezet engem. És ez az, amit nemhogy a Mike nem vett észre az egész film alatt, hanem mint néző én sem vettem észre, sőt gondolom, hogy más nézők sem. És a film vége fele erre hívja fel a figyelmet egy lány, és aztán tényleg meg is érti a Mike. Ez így elmondva lehet, hogy egy kicsit egyszerűnek tűnik, de így megnézve az egész filmet, ugye az egész film bemutatja az éjszakai életet, bemutatja ezt a finom lelki szálat, ami igazából a srác és egy úgymond normális lány közti, hát nem is azt mondom, hogy párkapcsolati, szerelmi szál, ahogy szövődik, mert nem ez a lényeg. Persze, gondolom, hogy legtöbben csak ennyit látnak benne, de nem ez a lényeg, hogy most ők akkor össze fognak jönni, vagy nem fognak összejönni, hanem az, hogy a beszélgetéseik nagyon érdekesek, legalábbis számomra. Egyikük se csak pozitív, vagy csak negatív, jó vagy rossz, stb. És nagyon finoman nyitogatják föl egymásnak a szemét igazából. Mert ez a srác is felnyitja valamire a lánynak a szemét. Következő meglepő bölcsesség forrásunk egy rapper, Magyarország egyik legsikeresebb rappere, ami alatt azt kell érteni, hogy a legtöbb lemezt eladott rapperek között szerepel. Ő Dopman, művész nevén, tehát Dopman. Dopman egyik számából idézek. Lopni, megyünk lopni, a Pityinger meg a Váradi. Másik számából idézve. Bazd meg a Gyurcsány, bazd meg az Orbán, bazd meg, bazd meg, bazd meg, bazd meg. Nos, ettől a rappertől hallottam az egyik videójában, tehát nem videóklipben, hanem egy olyan videóban, hogy a kamerának elmondja valamiről a véleményét. Csak úgy a saját YouTube csatornájára. Egy ilyen videójában hallottam azt a bölcsességet, amit tőle hallottam először és utoljára. Ez pedig az, hogy nem kérni kell az Istentől, hanem megköszönni neki azt, amit eddig kaptunk tőle. És bár én személy szerint úgy gondolom, hogy semmit sem az Istentől kapunk, se jót, se rosszat. Tehát nem ver minket az Isten, meg nem ajándékoz minket az Isten, hanem mindenért 100%-osan mi magunk vagyunk a felelősek, mi magunk vagyunk a kiinduló pontja mindennek, amit az életünkben tapasztalunk. Ez egyesek számára nem csak hogy megdöbbentő, hanem kifejezetten dühösek lesznek, hogyha ezt meghallják. Ők
nem látják még át ezt a dolgot. Én se láttam át régen. De az látható, hogyha valaki felelősséget vállal 100%-osan az életéért, akkor elkezd megváltozni az élete pozitív irányban. Ezt most nem fejteném ki. De lényeg az, hogy annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy nem az Isten felelős a mi életünkért, hanem mi magunk, ennek ellenére számomra ez egy csodálatos bölcsesség volt, és nagyon megragadt bennem, hogy nem kérni kell az Istentől, hanem megköszönni neki azt, amit eddig kaptunk tőle. Lefordítva, ne arra koncentráljunk, hogy mit akarunk még sokadik dolgot az életünkben, hanem ami már megvan. Például van fedél a fejünk fölött, megvan mind a négy végtagunk, tegyünk föl, vannak szeretteink, van munkánk, stb. Stb. Vagy egyáltalán most te hallgathatod ezt a videót, az emberiség, földi emberiség nagyobb része, 80-90%-a nem jut ilyenhez hozzá, ilyen lehetőséghez. Életében nem lát számítógépet se, vagy mobiltelefont, amint te most ezt nézed. Hanem azzal van elfoglalva, hogy ne halljon éhen. Meg ne halljon szomjan. Tehát, hogyha megbecsüljük azokat a dolgokat, értékeket, lehetőségeket, állapotokat, amik már megvannak az életünkben, vagy még megvannak, ugye nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap, tehát addig becsüljük meg, amíg megvan. Hogyha így teszünk, hogyha köszönetet mondunk, hálásak vagyunk érte, hogyha megbecsüljük, hogyha értékeljük ezeket a dolgokat, amik már megvannak, vagy még megvannak az életünkben, inkarnációnkban, akkor megdöbbentő módon nem csak, hogy a jelenünk lesz boldogabb, sokkal boldogabb, hanem még a jövőnk is. Tehát ez is ami olyan dolog, amit például a Titok filmben is elmondtak, csak hát ugye ki emlékszik erre, mert hát mindenki, vagy legtöbben csak arra emlékeznek a Titok filmből, Titok című filmből, hogy ugye hogyan vonzunk be sok pénzt. Stb. Pedig rengeteg minden bölcsességet, rengeteg bölcsességet elmondtak például abban a dokumentumfilmben is. És ez volt az egyik, hogy a hála, a köszönet, a megbecsülés, az értékelés, hogy értékeljük, hogy mi van meg már nekünk az életünkben, a testünkben, a lelkünkben, a környezetünkben. Hogyha ezt megbecsüljük, és ezekre koncentrálunk, tehát a pozitívumokra, akkor még több fog ezekből jönni. Hiszen ahol a figyelem, ott az energia, hogy egy keleti bölcsességet mondjak. Mindenre igaz az, hogy ugye, amivel foglalkozunk, azt erősítjük. Azt növeljük, azt vonzunk be újra és újra, stb. És számomra érdekes dolog volt az, érdekes tanulság, és nagyon megjegyeztem, hogy Dopmentől hallottam ezt a bölcsességet, hogy nem kérni kell az Istentől, hanem megköszönni azt, amit eddig kaptunk tőle.